Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Bár alapvetően sminkekkel foglalkozok, mivel már 8 kg-ot fogytam az elmúlt pár hétben, egyre több ember kérdezte, hogy mit szoktam csinálni, milyen diétát követek, milyen edzésprogramot, úgyhogy arra gondoltam, megmutatnám nektek az edzéstervemet. Előre szólok, nagyon durva, tizedrangú paparazzi videókat is készítettem magamról az edzőteremben, úgyhogy készüljetek fel rá! Mivel tényleg sokan kérdeztetek a diétámról, egy pár szóban azért szeretnék gyorsan arról is beszélni. Amennyiben érdekel ez a videó, kérlek nézd tovább. Tehát pár szóban a diétámról. Naponta átlagosan 4-5-ször szoktam enni, hétvégén általában 5-ször, míg hétközben kevesebb időm van, akkor 4-ször. Reggelente vagy rántottát csinálok, igyekszem egy sárgájából és 3 fehérjéből ki. Aztán 10 órára egy séket, de amikor nagyon nagy rohanásban vagyok, vagy hétköznap, amikor dolgozok, én megmondom őszintén, én munka előtt, tehát most miatt indulok munkába, gyorsan megiszom a kis proteinsékemet, és utána legközelebb már csak délben eszek. Délben szokott lenni a fő étkezésem, ekkor pulykát eszek, rizst és salátát szoktam enni. Rizsből a megfőtt mennyiséget szoktam lemérni esténként, az 60 g, és bármilyen ciki is, hogyha valakivel még étteremben is találkozok, már mint ilyen menza jellegű helyen, akkor is viszem magammal a kis dobozocskámat, és a zsalátához a kis balzsamecetemet és olívaolajomat, úgyhogy nagyon vicces vagyok, de a körülöttem levők már elfogadtak, hogy diétázok, és bárhová megyek ebédelni, én viszem magammal a kis dobozkámat. Aztán, mivel én nagyon szeretem a húst, uzsonnára is azt szoktam enni, általában beef jerkyt, szárított marhahúst szoktam enni, de akár csak egy pulyka, sonka is megteszi, és aztán vacsorára eltérő, hogyha edzek, vagy nem edzek. Hogyha edzek, akkor ugye ott vagyok egész este az edzőteremben, kávén 9 órára végzek, és akkor már csak egy séket iszok ott az edzőteremben, és annyi nagyjából a nap végére, viszont hogyha pihenőnapot tartok, akkor itthon rendesen szoktam vacsorázni, ugyancsak pulykát, de akkor már is nem eszek mellé csak salátát, és jó, 5. étkezésnek innom kéne egy kazeinséket, de annyira utálom az ízét, hogy általában inkább fogadmosok is lefekszek aludni, csak ne kelljen meginnom azt a séket, de ha hivatalos szeretnék lenni, akkor egy kazeinsékkel zárom a napot, azokon a napokon, mikor nem edzek. Két dolog, ami sokat segít nekem a diétában. Az egyik az az, hogy rengeteg vizet iszok. Sokszor mondják, hogy ha éhes vagy, igyál egy pohár vizet, várj egy pár percet, ugyanis hogyha a víztől elmúlik az éhséged, akkor valójában csak szomjas voltál. Másik dolog, hogy be kell állítani egy balanszot. Nem lehetsz túl radikális magaddal. Muszáj, hogy valami, amit nagyon szeretsz, ne vonj meg magadtól teljesen, különben tényleg előbb-utóbb fel fogod adni. Számomra ilyen a light cola. Tudom, borzalmas, nem kéne kólát innom, viszont én nélküle nem nagyon bírom ki, úgyhogy azt szoktam csinálni, hogy hétközben csak is vizet iszok, vizet vagy esetleg teát, és hétvége az én bűnös élvezetek hétvégén, akkor viszont kólát iszok, de olyan szinten, a cola lightot egész pontosan, annak szeretem az ízét, viszont olyan szinten akkor rá vagyok kattanva a kólámra, egy 2 literes palackkal sétálok kb. Mindenhová a lakásban, és hogyha a barátom csak rámer nézni a kólás palackra, már morgok. Egy extra dolog, ami segít a diétában, és erről fogok a videóban beszélni, az az edzés. Nem csak azért, mert ugye 30%-át adja a diéta sikerességének az edzés, hanem megmondom őszintén, én este van az, hogy elengedem magam. Munkában ugye nem érek rá, nem tudok kiszaladni boltokba csokoládékat vásárolni folyamatosan, nincs telepakolva a szekrényem se vele, tehát megbírom állni, hogy ne egyek. Azonban este, amikor hazajövök, leülök esetleg tévét nézni, ráérek, kapcsolgatok a tévén, unatkozok, akkor ugye közben egy kis chips, egy kis csokoládé, egy kis csokis keksz, na, hogy az ilyen extra kalóriás dolgokat szeretem, azok ugye lecsusszannak, de ha teljesen őszinte akarok lenni, én azért járok esténként edzőterembe, és igyekszek hetente 3-4-szer eljárni edzőterembe, hogy ne adjak magamnak esélyt arra, hogy elcsusszak a diétával, ugyanis esténként, ahogy mondtam, már ennék egy pulykát egy salátával, innék egy séket, tehát este már nincs semmi, amit esetleg tévénézés közben csinálnék, és ha tévét nézek, nálam ez valami reflex, azonnal bekapcsol a együnk motorom, úgyhogy emiatt aztán próbálom ettől távol tartani magam minden létező módszerrel. Egy utolsó dolog, mielőtt megnéznénk az edzéstervemet, az az, hogy átlagosan azt mondják, hogy heti fél, illetve 1 kilót érdemes fogyni, ugyanis ha ennél többet fogysz, akkor már nem csak zsírból fogysz, hanem egész biztosan izmot is fogsz veszíteni. Én nagy súlyt akarok fogyni, és ezzel talán sokan vagytok így, tehát egy 20 kilót akartam fogyni, és úgy voltam vele, hogy 1 kiló per hét, vagy 0,5 kiló, vagy esetleg lesz olyan hét, hogy 10 deka per hét, én ebbe belehalok, 2 évig kell fogyókúráznom, és én utálom a saláta, rizs kombót folyamatos edzésekkel, én ebbe bele fogok halni. Azonban, ami nagyon sokat segít nekem, és amikor tényleg már elszomorodnék, és elővennék egy csokoládét, vagy elmennék a boltba venni egy Kinder Buenót, vagy tök mindegy mit,
akkor arra gondolok, elő szoktam menni a naptárat, megmondom őszintén, és elkezdem számolni. Elkezdem számolni mínusz egy kilóval a heteket, és nézem, hogy mikor hány kiló leszek. Áprilisban lesz a szülinapom, és el szoktam kezdeni visszaszámolni, hogy mínusz egy, mínusz kettő, mínusz három, mínusz négy. Olyankor egy boldogság fog el, ugyanis ha valaki garantálná nekem, elém rak le egy szerződést, hogy írd alá, itt garantálom neked, április 5-én ez lesz a súlyod, aláírnám, ugyanis nagyon örülnék neki. Úgyhogy a heti küzdelmekben sajnos ezek a fél kilók, egy kilók semmi, mikor ráz, még mindig azt látod, hogy na király, nem tudom, eddig voltam 80 kiló, most vagyok 79 és fél, fantasztikus. De amikor abba gondolsz bele, hogy tényleg eltelik 10 hét, és 70 kiló fog mutatni a mérleg, az azért már egy nagyon szép eredmény. Úgyhogy erre az egyre gondoljatok, néha van valami időpont, egy nyaralás időpontja, csak számoljatok vissza egy kilókkal, hogy addigra már hány kilósak lesztek nagyjából. És akkor jöjjön az edzéstervem, 11 lépésből áll, sequence trainingnek hívják, ami azt jelenti, nagyon utálom, hogy háromszor kell kardiót végezni az edzés folyamán, nagyjából másfél óra szokott lenni az edzés, az elején 15 perc kardió, a közepén, illetve a végén. De vissza az edzéshez. Én az első és második edzésre elliptikus trénert szoktam csinálni, erről majd bevágok gyorsan egy paparazzi videót. Aztán az első kardió után jön 4 darab lábgyakorlat. Minden gyakorlatot 2 sorozatban kell csinálni, 2x15-öt, a maximális súllyal, amit még megbírsz csinálni. Az első gyakorlat, amit mutatni fogok, annak idején 40 kilóval kezdtem, most jelenleg 45-tel csinálom. Másodjára ezt a gyakorlatot szoktam végezni, már is bevágok róla egy videót, a lábgyakorlatok között, amik jelenleg vannak az edzéstervemben, ezt utálom a leginkább, mivel ott talán, ez ugye a comb hátuljára gyakorlat, és ott nem sok izmom található, legalábbis érdemben nem sok. Azt annak idején 35 kilóval kezdtem el, aztán váltottam plusz 2,5 kilóra, most pedig már 40 kilóval végzem. Ezután jön a 2 klasszik női gyakorlat, a lábtárogatás, illetve befelé, a 2 gyakorlat már is mutatom majd őket videóban is. Ezeket mind a 2-t jelenleg 65 kilóval végzem, annak idején 50 kilóval kezdtem, és még egyszer 2x15-öt csinálok. Valahol a zsírégető tartomány 120 és 140 között található, és ezért van az, hogy háromszor kell kardiót végeznem, hogyha esetlegesen a gyakorlatok között le is menne a pulzusom, a középső kardióval ezt visszahozzam. Ezután jön a 4 felső test gyakorlat, ugyancsak 2x15. Az első gyakorlat a hasizmokat dolgozza meg, ezt én jelenleg 27,5 kilóval végzem. Ezután ő a következő gyakorlat, ebből is 2x15-öt. Itt ugye hátrafelé kell, az a mozdulat, hogy így hátrafelé kell dolgozni. Ugye az nagyon szép szokott lenni, mikor egy lánynak a feneke itt szépen kijön, és ez abban segít annak az ívnek a kidolgozásában. Ezután jön egy mellgyakorlat, amit máig nem értek, hogy miért tettek bele, de legyen, ugyanis a karomra is jó, és ugye a karom van az integetőhály, ami nekem is jellemző. Tehát ezután van ez a kinyomós gyakorlat, ezt végzem a legkisebb súllyal mindközül, ezt 17,5 kilóval végzem. Az utolsó gyakorlat ugyancsak a hátamra van, így néz ki a képen, majd megmutatom a videót, jelenleg 20 kilóval végzem. És kétféleképpen lehet fogni egyébként így vagy így a fogót, én így szoktam fogni, ugyanis akkor itt a rögtön a gerinc melletti területre edzünk, míg hogyha így szélesen fogjuk, akkor inkább itt erre a területre edzünk, és én nem akarom a vállamat szélesíteni.
Az utolsó gyakorlatom pedig a kardió. Mondom, arra szoktam figyelni egyébként, hogy valahol 120, de inkább 130 és 140 között legyen a pulzusom. A fölött már egyébként nem zsírégető tartományban vagytok, hanem a kitartás növelétek, ugye? Úgy nevezik. Tehát, hogy inkább az, hogy legyetek fittek, azon dolgoztok. Úgyhogy jelenleg, hogyha én nekem szaladnom kell, és hamarosan szaladnom kell a vonathoz, akkor nagyon fogok lihegni, ugyanis nem azon dolgozom, hogy fit legyek, hanem azon is veszítsek a súlyomból. Ez volt tehát az edzésprogramom. Ha a diéta bővebben érdekelne, hogy esetleg hogyan fűszerezem az ételeket, tényleg milyen proteinkenyeret használok, vagy bármi, hogyan készítem el a rántottát, tényleg tök mindegy, micsoda, akkor írjátok le nyugodtan, és arról is külön készítek egy videót. Remélem nem zavart, hogy ma nem egy sminkes videóval jöttem, de hál' Istennek én nagyon büszke vagyok magamra, hogy ennyit sikerült már fogynom, még hosszú utál előttem, mert tényleg 8 kilót fogytam, és összességében 20-at szeretnék, tehát még a fele előttem van, de már nagyon büszke vagyok magamra, és tényleg ne adjátok fel, ha ti is szeretnétek elkezdeni, meg tudjátok csinálni. Hétvégén jövök a szokásos make-up videómmal, ne felejtsétek el, hogy még mindig tart a nyereményjáték. Ma reggel, mielőtt elkezdtem ezt a videót készíteni, 650 feliratkozó volt, úgyhogy már csak 150 feliratkozó hiányzik ahhoz, hogy kisorsoljuk az Anastasia Beverly Hills palettát, úgyhogy tényleg szóljatok barátnőtöknek, szomszédotoknak, bárkinek, iratkozzon fel és lájkolja a videót, ossza meg, és akkor kisorsoljuk azt a palettát is. Addig is szép napot és szép hetet kívánok nektek!